15-20 fős csoport, hogy gyermeknapra megépítjük Sertcsarát az új udvaron. Sok estén keresztül bújítottuk az öreg díszleteket, és olyan jól sikerült a gyereknap, hogy alunapra adtunk egy repetát. Zsuzsa nénénk, aki nagyon nem szeret improvizálni, kikelt magából, hogy nincsenek helyükön a szereplők, és megpróbáltak orvasogni a zenét. Többet nem improvizálunk, hol vannak a szereplők? Sarang, 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 s
1997-ben még az öreg kultúrházban, igen, az első Rózsás. Emlékszem, mekkora örömmel díszítettük a színpadot, a Pandavigát, ami azóta elkísért bennünket mindenhova, telerakott puskármival, hogy minden szép legyen a este.
felejtsük a pár évvel későbbi előadást, aminek az Árnyék és a Fény címet adták. Na, az egy igazi megaműsor volt. 74 szereplővel, kicsikkel és nagyokkal, nagymama és unoka, szülői és gyereke, ahol egyszerre a színpadon látható. Nagyon sok műsor volt jelen. Country, modern zán, régi sanzonok és operettek. Egy-egy emlék.
amik előfordultak, jókat nevettek rajta, de amit észrevettem, az az volt, hogy ezek az asszonyok igazán jól akkor érezték magukat, amikor cigánydalokat énekelhettek. Elfelejtettek meg minden gondot, ha elkezdték énekelni, hogy erdő szélén sátoroznak.
szóval, hol is... szórakozni, énekelni. Ogre Muci, alias Nagy Csilla, ha barokkisztak, megszűnik körülötte a világ. Nem semmi, ahogy énekli a Mr. Alkohol. Thank you.
Istenem, vidéki lány vagyok, már megszoktam, hogy nagy a forró.